A köztársasági elnök doktori disszertációjának eredetiségét vizsgáló bizottság csak egy hét múlva hozza nyilvánosságra jelentését Schmidt Pál Kiss doktori munkájáról. Eközben Lázár János, Gulyás Gergely és hozzájuk csatlakozva Harrach Péter a házszabály módosításában hét bekezdéssel a köztársasági elnök lemondására alkot új szabályokat. Az MSZP azonban felszólította az országgyűlési jogszabálytervezetet benyújtó kormánypárti képviselőket, hogy vonják vissza javaslatukat, és ötpárti tárgyaláson egyezzenek meg erről a sarkalatos törvényről. A képviselők a változtatásokat az alaptörvénnyel és az ugyancsak március 14-én benyújtott országgyűlési törvényjavaslattal indokolják. Hétbekezdést szentelnek a köztársasági elnök lemondásának, ezt eddig ugyanis szabályok nem rendezték. Ha az államfő lemondana, erről az országgyűlési vitát 15 napon belül meg kellene tartani, akár rendkívüli ülésen áll a javaslatban. Legalább 10 képviselő vagy bármely frakció kezdeményezhetné, hogy az államfő ismét fontolja meg lemondási szándékát. Erről a javaslatról a háznak szavazni is kellene. Ha a lemondást az államfő fönntartja, azt a háznak tudomásul kell vennie. Külön szabályokat alkotna a Fidesz arra az esetre például, ha az országgyűlés megfosztaná az elnököt, mert kiderülne, hogy szándékosan törvényt sértett vagy bűncselekményt követett el. Minden részletében feltárja. Január 23-án hívta életre a SOTE azt a bizottságot, amelyben a nyelvekhez, a joghoz, a sporthoz és a társadalomtudományokhoz értő külsős és belső tagok vizsgálják Schmidt Pál 1988-ban íródott, de 92-ben leadott Kiss doktoriát. A bizottság maga határozta el, hogy március 28-án hozza nyilvánosságra jelentését, amelyből majd az egyetem vonja le a következtetést. Tiszteletben fogom tartani a vizsgálat eredményét. Ezt nyilatkozta a Bruxinfónak március 7-én az érintett. A kérdésre, hogy ez pontosan mit jelent, úgy felelt, azt, hogy tudomásul veszem. A plágium vágyat azonban messze menőkig visszautasítom, tette hozzá Schmidt Pál két héttel ezelőtt. A plágium botrányt kirobbantó hvg.hu egy hónapja arról írt, tabuként kezelik a Fideszben az államfő doktori disszertációja ügyében még január közepén kirobbant botrányt, bár a portál szerint sokan kínosnak érzik a parlamenti frakcióban az ügyet.